Sziasztok! Meggyőződésem, hogy minden ember tárgyalkotónak született, hiszen van nagy agyunk, két ügyes kezünk, fantáziánk, ami által hip-hop indián törzsfőnök lehet belőlünk, aki Rambó gatyában szaladgálva lövöldöz a saját maga által készített Winnetou puskával, mint én a képen az öcsémmel. Gyerekkorom óta stratégiai játékok szerelmese is vagyok. Gyakorlatilag tárgyalkotó tanszékvezetőként is ugyanazokat a dolgokat kell csinálnom, mint egy virtuális birodalomépítés során, pénzszerzés, populációnövelés, dominancia, világuralom. Minden civilizáció játékban fontos a technológia fejlesztés, aminek meghatározó eleme a komputer feltalálása. A számítógép alapvetően buta, hiszen csak egyeseket és nullákat tesz egymás mellé, végtelen türelemmel és iszonyatosan gyorsan. A kulcs az emberi elme, aki programot ír alá, amit a gép elraktároz, és bizonyos alkalmakkor felhasznál. A tárgyalkotó ember az arról ismerkedik meg, hogy eszközöket készít. Olyan eszközöket készít, amihez olyan kézműves technikákat használ, olyan tradicionális kézműves technikákat használ, amik az anyagból indulnak ki, anyagalapú gondolkozásból indulnak ki. Itt éppen egy olyan képet láthatunk, hogy egy pápuai ember kőbaltát készít. Mi van akkor viszont, hogyha egy designer olyan eszközökhöz jut, amiknek nincs határa. Nincs határa annak, hogy mit talál ki, nincs határa annak, hogy az hogy készíti el, és ez a fajta határtalanságot hogy tudja egy tervező feldolgozni magába, hogy tud rákészülni, hogy tudja beleépíteni az alkotás folyamatába. Ez az a projekt, amivel nagyon sokan foglalkoznak a világban, és létrejött egy olyan fajta genetikus tervezésen alapuló design, ami az építészetben, a formatervezésben is jelen van, egy olyan furcsa ízzel, ami egyszerre mesterséges és egyszerre természetes. Nagyon érdekes világa ez a formakultúrának. A Mohlénai Művészeti Egyetem 2013-ban kiváló egyetem lett, köszönhető azzal, hogy nagyon jó kis hazai és nemzetközi sikereket értünk el, és köszönhető annak, hogy sok olyan kutatási projektet inkubálunk, ami nemzetközi szinten is releváns és vonzó lehet. Ennek a kiválósági státusznak az egyik hozadványa, hogy, és itt szeretnék megállni, hogy mindenki kicsit el tudja képzelni magába, hogy 12,6 milliárd forint az mennyi. Ennyit kapott az államtól az egyetem arra, hogy egy innovációs tudásközpontot fejleszten ki, amit én körülbelül így képzelek egy ilyen kis törpék által belakott fantasztikus innovatív helynek. És hát, mint minden beruházás, ez is egy ilyen brutális pekmek habzsoláshoz vezetett. Mindenki igyekszik területeket találni, mindenki igyekszik minél több területet megszerezni. A Digital Craft Lab is mind a műhelyházban, a műteremházban, illetve a technológiai innovációs központban is markánsan jelen van, és ötvözi a hagyományos technológiákat is. Remélhetőleg lesz majd egy ilyen szuper robotgépünk, és mivel minden egyes ilyen digitális tárgyalkotó projekt az legalább annyira technikai sport, mint anyagi pénzelnyelő gépezet, ezért az EMI-től, a Erőforrások Minisztériumától egy kiválósági pályázatot kaptunk, illetve nagyon sok külsős partnerrel dolgozunk együtt. Itt lehet látni a célunkat, hogy lehet összehozni a materiális világot és azt a digitális világot, hogy lehet egy olyan érdekes szegmensével foglalkozni a dizájnnak, a tárgyalkotásnak, ahol a számítógép be van vonva, és akár mint egy tervezőtárs jelen van ezekbe a projektekbe. Célunk tényleg egy olyan új generációs tárgyalkotóknak a kiokosítása az egyetemen, akik egyszerre művészek, csupa nagybetűben tervezők, ügyes kivitelezők, alkotók, gondolkodók és hackerek. A hackerek azok azt értük, hogy picit mindent, amit adunk nekik, azt máshogy csinálnak, egy ilyen out-of-box gondolkodásból kiindulva. Pár érdekes projektet hoztam, amik ízelítően a Craftlabot demonstrálják. Szilágyi Sapinak a Joyája egy olyan karkötő, ami egy personalizálható online webshopba tervezett ékszer. A saját betűit az ember egy program során meg tudja forgatni, és abból egy ilyen szép diszkrét karkötő lesz a végén. Vagy szintén egy ilyen projekt Szegő Katának a face-to-face projektje, amikor el tudom küldeni egy online alkalmazás segítségével én és a páromnak a arcsziluettjét, azt a gép ügyesen összeforgatja, és utána pedig ki tudom nyomtatni 3D nyomtatóval szerelmem és a saját magam arcképét. Szintén egy nagyon érdekes és két kedvenc projektem, Kiskéri Daninak ez a Lego karkötője, ahol mindenki, nem mindenki, én nagyon szerettem legózni,
És vannak kedvenc LEGO elemeim, amiket egy ilyen kis 3D nyomtatott kis konzollal magamra vettek, illetve ez a demagógia projektor minden apolitikus fiatalnak segít, aki nem tudja, hogy éppen hogy küzdjön az ellen, hogy apolitikus legyen. Illetve én nagyon szeretem Neuser Zsófinak ezt a virágzás nevezetű Wearable Technology projektjét, ami azt mutatja, hogy ha közel vagyunk a szeretünkhöz, akkor kinyílnak ezek a virágok, hogyha minden távolabb vagyunk, akkor pedig összehúzódnak ezek a virágok. Aki kedvet kapott a digitális tárgyalkotáshoz, az egyrészt vagy jelentkezzen a MOMÉ-ra, lehetőleg hozzánk a tárgyalkotó tanszékre, vagy pedig a figyelmetekbe ajánlom a szeptemberben induló tanfolyamunkat, amit a FabLab-ben közösen indítunk, és végigmegyünk minden olyan digitális tárgyalkotó technológián, amik segíthetnek a Köszönöm.